Mindenek előtt ezzel a jégvirággal kívánunk boldog nőnapot minden kedves hölgynézőnknek, de persze a zoltánokról sem feledkezünk meg. Most pedig nézzük meg, mi is történt az elmúlt napokban. A tavasz beköszöntével lassan csökken a kékes árnyalatok dominanciája a hóvastagság térképeken. Hazai hegyeinkben egyre inkább a latyak lesz az úr. Bár a hó olvad, száraz időről nem beszélhetünk, ha a mögöttünk álló napokról van szó. Egymást követték térségünkben a viszonylag kisméretű ciklonok, melyek a nagy nyugat-európai ciklon úgynevezett perem hullámai. Ezek a nagy hideg légtömeg peremén létrejövő háborgások rendre délnyugat északkeleti pályán mozogtak, és jellegzetes örvény alakú csapadékzónával öntözték földjeinket. Kimondottan nagy esőzésekről mégsem beszélhetünk, az elmúlt 5 napos csapadékösszeg térképet böngészve a jellemzően 5-15 mm mennyiség még nem számít kiugrónak. Más kérdés, hogy az olvadó hóval együtt a belvízveszély jelentősen növekszik. Péntekre a jelenleg is felettünk tartózkodó csapadékzóna elhagyja az országot, és tovább melegszik a levegő. A több felhő északkelet felé haladva várható, a határ mentén akár záporok is lehetnek, a legtöbb napsütés és a 14 fok körüli hőmérséklet délnyugaton valószínű. A következő napokban folytatódik az enyhülés, de míg például Nagykanizsán akár 18 fokig is felmelegedhet a levegő, addig Debrecen térségében mindvégig sok lesz a felhő, ott visszafogottabb hőmérsékletre számíthatnak. A fővárosban is változékony marad az idő, újabb érdemi csapadék vasárnap, illetve hétfőn lehet. Végül vessünk egy pillantást a következő hétre is. Az egy hétre szóló, az átlagtól való eltérést előrejelző anomália térképek alapján elmondható, hogy térségünkben a szokásosnál már enyhébb időre van kilátás, erre a pirosas árnyalatok utalnak. Ami pedig a csapadékot illeti, kimondottan a szájos időszak, ezt követően sem fenyeget, a kék színek ugyanis csapadék töbletet mutatnak. Bár március 15-e még kicsit messze van, de az már biztosan elmondható, hogy idén hóvihartól nem kell tartani.